vonattal az első világháború legendás csata helyszíneire. A centenárium alkalmából nosztalgia vonat indul Isonzóba júliusban. T.H. Móri Ferenc laptulajdonos és vasútbarát. És mindezek mellett lassan egy évtizede szervez külön vonatokat belföldre és külföldre egyaránt. Idén nyáron az isonzói csatamező a cél, az olasz fronton kitört összecsapások századik évfordulója alkalmából. Az Isonzó Express gyakorlatilag ugyanazon elvek, rendező elvek mellén fogalmazódott meg, mint 2008-ban a Székely Gyors is, és túl azon, hogy a közös vonatozás élményét kínálja, eljutunk a Doberdóra, amely ugyan egy gyászos emlékű földrajzi történelmi fogalomkörhöz tartozik, mint a Piave, vagy a Donkanyar, vagy a Magadon, de mégis a magyar katonai helytállásnak az egyik jelképe. Az Isonzó Express utasai a vonatozás élményén felül felkeresik az egykori harcok színtereit, többek között eljutnak a Doberdóra, és a szervező reményei szerint azonosulhatnak a magyar történelem egyik legfontosabb eseményével. Az évforduló egy külön vonat szervezését indokolja 2016-ban, sőt 2017-ben, sőt 2018-ban is. Mindenik évben van miről megemlékezni. Itt annak idején a Monarchia 600.000 katonája vesztette életét, sebesült meg, vagy esett hadifogságba, és amerre járunk az Isonzó mentén, tele van katonai emlékhelyekkel, az olaszok és a szlovének rendkívüli mértékben és nagy áldozatokkal ápolják a harcok emlékét, ott, ahol annak idején a magyar ezredek is harcoltak. Az út során szakszerű idegenvezetést kapnak az érdeklődő utasok, hiszen a szakmai hátteret a Honvédelmi Minisztérium, illetve a Budakeszi Kultúra Alapítvány szavatolja. Az útnak van egy nagyon komoly, rendszeresen frissülő honlapja, a www.isonzoexpress.hu, és jól lehet, elég sokan és folyamatosan jelentkeznek. Én azt gondolom, hogy a nyár első hónapjában, aki szeretne velünk tartani, annak még lesz hely.